Ezúttal a Borsod Abaúj Zemplén megyei Sáj nevű településen gyilkoltak meg egy 61 éves magyar nőt, és azt is látjuk a polisz.hu körözési képein, hogy valószínűleg a cigány etnikumhoz tartozó elkövető gyilkolta meg Borsod megyében ezt a magyar áldozatot, és azt is látjuk, hogy nincs visszatartó erő ma Magyarországon, amely meg tudná fékezni azokat a gyilkosságokat, azokat a rablásokat, azokat a tolvajlásokat, kifosztásokat, amelyek sajnos annak ellenére, hogy a magyar politika megpróbálja a szőnyeg alá söpörni, annak ellenére továbbra is zajlik, főleg Észak-Kelet Magyarországon, de nyugodt szívvel mondhatom, hogy Magyarország valamennyi területén és vidéken pedig különösképpen. A Mi Hazánk mozgalom ezért a helyszínre megy, én magam is a hétvégén a helyszínen Borsod Abaúj Zemplén megyében, Sájon is, a Mezőkövesdi járásban is tájékozódni fogok. Helyi tagszervezeteink vannak a környéken, képviselőink vannak a Mezőkövesdi képviselőtestületben is. Személyesen fogok találkozni velük ezen a hétvégén, és a faluban is körülnézek és elbeszélgetek azokkal az áldozatokkal, akiknek az esetei nem kerültek be a hírekbe, hiszen nehéz elhallgatni egy gyilkosságot, de sajnos sok esetben mégis az elhallgatás övezi azokat a bűncselekményeket, amelyek a vidéki lakosságot, különösképpen Borsod Abaúj Zemplén megyében érik. Amennyiben szükségesnek látjuk, hogy a tavalyi törökszentmiklósi esethez hasonlóan akár nagyobb létszámban is a helyszínre vonuljunk, akkor erre is készek vagyunk. Várjuk és elvárjuk a magyar hatóságoktól, hogy kerítsék kézre a bűnelkövetőt minél előbb, és a lehető legsúlyosabb büntetést kapja. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként Magyarországon szeretné, hogyha a halálbüntetés lehetőségét újra elővenné a magyar politikum, újra foglalkoznánk azzal, hogy ahogy számos országban a világon, és ahogy Magyarországon is nagyon sokáig a történelem során halálbüntetés, mint legitim büntetési forma létezett, azokban az esetekben, mint például ez a mostani Sáji eset is, ahol egy 61 éves nőt gyilkolt meg ez az élete teljes erejével lesújtó gyilkos. Ezekben az esetekben, amikor kiszolgáltatott áldozatokról beszélünk, legyenek nők az áldozatok, legyenek idősek, vagy legyenek gyermekek, akkor mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy legitim formája lehet a büntetésnek a halálbüntetés. Ezért mi szeretnénk társadalmi vitára bocsájtani a halálbüntetés visszaállítását, és a Mi Hazánk mozgalom szeretné, hogyha ezt a kérdést sem akár az Európai Unió, vagy akár más országok, vagy külföldi szervezetek döntenék el, döntsék el a magyar emberek, döntse el a magyar nép.